Na szevasztok srácok! Szép napot kívánok mindenkinek! A mai videóban egy közérdekű információt szeretnék megosztani, ugyanis tegnap voltunk kint motorozni a Bajna Héregringen. Készítettem videót, de sajnos rossz ND filtert vittem magammal, ezért az összes felvételt nagyon durván túl exponált. Próbáltam javítani rajta, de hát menthetetlen. Bevágok ide a piros alatt mindjárt egy-két ilyen felvételt, hogy lássátok, hogy milyen szarok lettek. Ezt az undorító felvételt próbáltam kijavítani, ahogy láthatjátok, és ilyen lett. Na de visszatérve a témára, azt szeretném megosztani veletek, hogy tegnap volt egy igazoltatás Bajna után, konkrétan Héreg előtt, ugye? És a rendőrök elég komolyan megnéztek mindent, kellett fújni szondát, megnézték, hogy a motoron minden gyárje, nézték a gumikat, a rendszámtartónak a fajtáját nézték, meg egyéb kiegészítőket. Viszont utána a rendőrök még megosztottak egy olyan információt is velünk, hogy jövő héttől, tehát május 1-től az NKH is ki fog menni elég gyakran a rendőrökkel, és ők ennél még szigorúbban fogják vizsgálni majd a különböző kiegészítőket, dobokat, gumikat, és hogyha valamit nem találnak rendjén, akkor egyből forgalmi elvétel, illetve szigorított műszaki vizsga. Egyébként a rendőrök végtelenül korrektek voltak, nem nagyon akartak csesztetni senkit se. Tényleg megkérdeztek mindent, amit meg kellett. Mindenki megfújta a szondát, és utána mehettünk is az utunkra. Egyébként a motorozás közben gyakorlatilag mindkét irányban legalább 2-3 rendőrautó folyamatosan mászkált. Gondolom próbálták így lassítani a motorosok által generált sebességet. Azt mondták, hogy így a tavaszi szezonban nagyon durván felkapott ez a Bajna Héregring, ami nem lepődök meg, hiszen tökéletes aszfalt, nagyon jó kanyarokkal. Viszont így a rendőrök ki vannak vezényelve. És hát azt nem tudom, hogy trafiznak-e a kocsiból, de hogy folyamatos járőrözés van, az biztos. Tehát akik előszeretettel járnak ki a Bajna Héregringre, azok ezekre a dolgokra figyeljenek oda mindenképp. Gondolom, amikor kint van a kanyarfotó, akkor még durvább ellenőrzésekre lehet számítani, hiszen hogyha a kanyarfotó bejelenti, hogy hétvégén fotózás van, akkor általában a motoros forgalom drasztikusan megugrik. Nekem mérhetetlenül mákon van, úgy nem tudom, hogy mennyire hallatszódik, de ugye visszacseréltem a kipufogót. Egyébként puszt tök véletlenül. Tehát eszembe jutott, hogy nekem lejárt a forgalmim, és ha bár tudom, hogy most ez a vészhelyzet miatt nem kell megcsináltatni, de én azért most be akarok jelentkezni, hogy nehogy az legyen, hogy feloldják ezt a helyzetet, és akkor hónapokat kelljen, vagy heteket kelljen várni egy műszaki vizsgára. Úgyhogy gondoltam, hogy megcsinálom, ezért visszaraktam a gyári dobot. Még az a szerencs, hogy ezen a bajnai esemény előtt megcsináltam, mert szerintem ott a rendőrök hát nem tudom, mit csináltak volna velem, lehet valami szabálysértési bírságot kapok, vagy egyebet, de szerencsére erre nem került sor. Úgyhogy ennyit akartam, srácok. Remélem mindenkinek elkezdődött rendben a szezon. Élvezzétek a jó időt. Következő videóban találkozunk. Szevasztok!